Niklas Emma és Tóth Lilian duó produkciója volt az egyik, amely sikert hozott a Rölövé Tánciskola növendékeinek. Az Amatőr Művészeti Táncfesztiválon idén is erős volt a mezőny, Emma és Lilian táncát ezüstéremmel jutalmazta a zsűri. Solymosi Adrienne és Ecsegi Gréta duója aranyminősítést kapott, és egyben az ő táncuk lett a legjobb produkció. Solymosi Adrienne aranyesővel tért haza, hiszen szólóban is első helyen végzett. Az idén 20. születésnapját ünneplő Rölövé Tánciskola minden évben több versenyen vesz részt. Az év első megmérettetése az Amita Művészeti Táncfesztivál volt. A növendékek már a márciusi országos bajnokságra készülnek. A Rölövé iskola táncosai egyébként többszörös címvédők. Országos és világbajnokságon is álltak már a dobogó legfelső fokán.